Megérkezett ma a fétésti állomáshelyre az első 6 felújított F-16-os harci repülőgép, a Bula 12-ből, amelyeket Románia 2013-ban vásárolt Portugáliától. A repülőraért 628 millió eurót fizetett Bukarest, a vételára pilóták és a műszaki személyzet kiképzését is magába foglalja. Ünnepélyes pillanat a fetesti légibázison. Felszállt az első Portugáliától vásárolt F-16-os Fighting Falcon harci repülőgép. A manővert Decsián Csalos miniszterelnök is végignézte, akit katonai tiszteletadással fogadtak a légibázison. A kormányfő a felújított amerikai harci gépek fogadására rendezett pénteki ünnepségen történelmi pillanatnak nevezte az első F-16-osok szolgálatba állítását a román légierőnél. Ahhoz, hogy a NATO-val lépést tartva tudjunk fejlődni, védelmi rendszerünket a szövetségéhez kell igazítanunk. Ez egyértelmű törekvése az országnak. Ennek a vállalásnak a keretében vásároltunk egy repülőrajt Portugáliától. A több feladatú harci repülőgépek megvásárlása hatalmas befektetést jelent, de a védelmi hatékonyságunk növelése érdekében igencsak fontos lépés. Az ünnepségen elhangzott, további 3 F-16-os az év végéig, az utolsó 3 pedig jövőre érkezik meg Romániába. A bukaresti kormány jövő évben újabb F-16-osok beszerzésére készül. De Csián Csolos az ünnepség végén egy Fighting Falcon makettet kapott ajándékba a légibázis parancsnokától, majd fotózkodott az egyik harci repülőgépnél, amelynek pilótái közrefogták a miniszterelnököt.